A lufi teknős béka pedig a kisfiúknak a kedvence, a lufi katicához hasonlóan fog készülni. 15 cm-es levegőt kell belefújni a lufiba. Ez is egy normál méretű, tehát 5 cm széles, 1,5 méter hosszú, úgynevezett 260-kor lufiból készül. Az elkötött végétől kezdjük a tekerést, pici buborékokat tekerünk, mivel egy karkötő lesz ugyanúgy, ahogy a katica. Körülbelül 2 únyi buborékot tekerünk a fejének, és ezután megtekerjük a 4 pici lábacskáját is, tartjuk a kezünkben egészen addig, amíg a 4 kicsi lábat meg nem tekertük. Picivel lehetnek kisebbek a buborékok, mint a feje. Egy buborék, még egy buborék, még egy buborék, és még egy buborék. Kész az 5 buborékunk. A 4 lábát együtt összetekerem a fej alatt. Ez a feje, ez a 4 lába. És ez lesz a testem, amit fogok, és betekerek ide a hátsó lábai közé. Elég egyszerű így erősen. És végén előre vezetem, ide a fejéhez betekergetem egy párszor. Az a jó, hogy nyúlik ez a lufi. Könnyen lehet tekergetni. Egyszer visszahúzom így alulról. Rajzoljuk meg a kis teknős békánkat, ugye, hogy a katica esetében, és rajzoljunk neki páncélt, és rajzoljunk neki arcot. A páncélját ilyen kis ilyen nagyjából legyenek meg a jellem vonások szó szerint. Az arcát is, ami lehet ilyen kis kerek szemecske, szemöldökkel, mosolygó arcocskával, olyan kis bájos hatást keltsen a gyerekek körében.